Motoros szimulátor, igazából ez még teljesen új dolog a műfajban. Kinek ajánljátok ezt a motoros szimulátort? Mindenképpen elsőnek a kezdőknek. Egy kis ízidőt kapnak arról, hogy végül is miről szól a motorozás, és akkor ki tudják próbálni viszonylag életszerű helyzetben ezt a motorozással kapcsolatos dolgokat. Mi az, amit meg lehet tanulni, hiszen végül is a motorozás az pont arról szól, hogy szabadban vagyok, meg fúj a szél, meg időnként meg az eső is esik. Hát végül is igen, de mégis azért ki tudják próbálni mégis, hogy hogy kell kezelni a járművet, illetve tudnak viszonylag életszerű helyzetekkel találkoznak a szimulátoron keresztül, és akkor el tudják dönteni, hogy esetleg nekik való ez a dolog, vagy pedig még egy, esetleg várnak egy kicsit vele, mert nem érettek esetleg még a közlekedésre. Hogyan kell kezelni ezt a szimulátort? Hát, nagy nehezen, még most tanulgatom. Az előbb látom, mint hogyha elestél volna. Igen, most is elestem benne. Tervezed, hogy lerakod egy jogosítványt? Hát, majd igen, tervezem. Ez egy elég új dolog. Mik a tapasztalatok? Van, aki így beleszeret, vagy van, aki így feladja? Végül is szerintem általában tetszik a gyerekeknek, mert többé-kevésbé inkább gyerekek jelentkeznek segédmotoros jogosítványért, de általában pozitívok a tapasztalatok, szerintem tetszik nekik ez a dolog is. Kedvet kapnak a motorozáshoz ezáltal. Melyik az a korcsoport, amelyik a legtöbbet jelentkezik arra, hogy motoros oktatáson akar részt venni valamilyen szinten? Fiatalabb korosztály, inkább a 14 évesek segédmotoros jogosítványa, illetve későbbiekben majd a segédmotoros jogosítvány megszerzése után majd a nagyobb motor is kedvet kapnak hozzá a leendő tanulók. Milyen motor szeretnél igazából? Honda. Mekkorát? Még nem tudom. És egy lány hogyan választ? Ez árul már nekem. Én mindig úgy tudom, hogy a lányok általában a színeket meg a csillogást kedvelik. A színek szerint. Na és akkor milyen Hondát szeretnél? Feketét. Ha mondjuk valaki érettebb korra, mondjuk egy 30 éves fiatalember vagy hölgy, meglát egy szép motort, hát egy ilyen nekem is kell. Az hogyan kezdje? Mindenképpen esnek és gyűjtögetik el hozzá, mert azért egy komolyabb motor azért az elég húzósabb, tehát drágább árfekvésben vannak, de hát mindenképpen fontos szerintem az, hogy érett legyen a közlekedéshez, mert aki nem, az azért hamar esetleg megütheti a bokáját. Jogosítványa hol tartasz egyébként? Hát még én nem tettem le, majd jövőre gondolom. Mert 14 vagyok és jövőre gondolom. Legszebb kor egyébként, nyugodtan mondhatom neked. Sok sikert kívánunk! Köszönöm! A lépcsőket azokat be kell tartani, a teljesítmény lépcsőket? Nagyon ez fontos, vagy pedig én ráülhetek egy, mit tudom, egy 650-es gépre? Szerintem érdemes azért az alapoktól kezdeni, tehát inkább egy segédmotoros jogosítvánnyal, illetve egy kisebb köpcentis motorra, és utána, miután kellő tapasztalatot szerzett belőle, aztán érdemes egy kicsit feljebb lépni belőle. De mindenképpen szerintem szükséges a tapasztalat, mert egyből felülünk egy nagyobb köpcentis motorra, az azért az meglephet bennünket szerintem.